Sok szeretettel köszöntök mindenkit. Nagy öröm számomra, hogy elindulhatott a Karma Killer fél év, és hogy fókuszt kap, ekkora fókuszt kap most a Karma Killer könyv. Ez a könyv nagyon sokat jelent számomra, nagyon közel áll a szívemhez. Nagyon sokat kaptam ettől a könyvtől. Minden egyes alkalommal pontosan megmutatja azt, hogy ki vagyok-e billenve saját önmagamból, vagy sem. Ha igen, akkor szinte taszít, nem tudom olvasni, nem bírom hallgatni. Ha nagyon jó állapotban vagyok és a saját középpontomban vagyok, akkor viszont imádom és iszom minden szavát, minden egyes betűjét, mondatát. Nagyon szeretem. Ez a könyv, és ennek a könyvnek a segítségével sikerült megnyitnom a szívemet még jobban, mint eddig valaha. Segített ez a könyv, mindazok a párbeszédek, amik Anami és Potter között zajlanak, egyszerűen nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon szeretem őket. Nagyon-nagyon megnyitják a szívemet, nagyon közel engednek önmagamhoz. Meg tudok nyílni magamnak is, és ezáltal a világnak is, úgyhogy nagyon-nagyon sokat köszönhetek ennek. De ezen felül ez a könyv még valamit adott nekem, én pedig azt, hogy még jobban megismerhetem Anamit. Igen, valaki számára ez furcsa fog hangzani, de tényleg így van. Sokkal, sokkal jobban és sokkal mélyebben meg tudtam ismerni azt, akit Anaminak hívunk. Úgyhogy ha szeretnétek ti is őt nagyon részletesen, nagyon mélyen megismerni, akkor olvassátok, hallgassátok a könyvet, és közben nyissátok meg a szíveteket. Nyissátok meg a szíveteket a történetekre, a könyvre, az elbeszélésekre. Legyetek nyitottak rá nagyon, és megérkezik a válasz. Megkértem azokat a csodálatos embereket, akikkel együtt dolgozom, hogy üljenek le a kamera elé, olvassák föl röviden a kedvenc történetüket, a kedvenc részüket a könyvből, és magyarázzák el nektek röviden, hogy miért pont ezt választották, miért pont az a kedvenc részük. Mindenekelőtt nagyon örülök annak, hogy az oktatóink mellett azok az emberek is vállalták ezt a feladatot, akik a háttérben dolgoznak az Anami programért, úgyhogy így lesz lehetőségetek megismerni őket egy picit. Elmondom nektek őszintén, hogy nagyon megindító volt mindez, amit láttam, amikor visszanéztem ezeket a felvételeket. Sokkal, sokkal több született annál, mint sem, amit én vártam, amit én elképzeltem, amikor megkértem őket, hogy olvassák fel a kedvenc részüket. Oly mértékben megnyíltak, és oly mértékben őszintén beszélnek önmagukról, hogy nagyon megható volt. Én azt gondolom, hogy ha visszanézitek ti is majd ezeket a felvételeket, picit jobban megismerhetitek, egy picit másik oldalról, egy picit másképpen, egy picit többet kaphatok most részben az oktatókból, és azokból az emberekből is, a stáb tagjaiból is, akik a háttérben dolgoznak. Úgyhogy nagyon várom már, hogy megmutathassuk nektek ezeket a felvételeket. De addig van még egy kis idő, és egy kis feladat. Bizony egy kis feladat számotokra. Ugyanis ti fogjátok eldönteni, hogy egy adott héten kinek a videóját tesszük közzé. Mindig megmondjuk, felajánlunk nektek 2-3 választási lehetőséget, hogy kinek a videóját szeretnétek a következő héten látni, és ti döntitek el szavazás alapján, hogy ki kerüljön levetítésre a rákövetkező héten. Úgyhogy ezt a videót követő héten, amikor ez megjelenik, fog az első szavazás kikerülni a Facebook oldalunkra. Itt fogjátok majd látni azt, hogy ki közül lehet szavazni, választani, és a szavazatok alapján rákövetkező héten indul már is az első felvétel, az első videó, úgyhogy nagyon izgatottan várom már én is, remélem ti is. Addig is nagyon jó gyakorlást kívánok nektek, nagyon jó olvasást, vagy hanganyaghallgatást, és találkozunk. Remélem, ha